Köszöntöm nézőinket, közéleti magazinunkat látják. A vadmadarak védelmét szolgáló fejlesztés sorozatot végeztek el az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati ZRT és a Dunadráva Nemzeti Park szakemberei közösen a Gemenci erdőben. A beruházás részeként 4 kilométer hosszan alakítottak át villanyoszlopokat, hogy biztonságosabbá tegyék például a fekete gólyák és a rétisasok számára az erdőt. Utóbbiak költési idejét még meg is várták, ezért fejezték be éppen a napokban a munkálatokat. Az utolsó villanyoszlopokra szerelik fel a madárvédelmi rendszer elemeit az E.ON szakemberei. Az energiaszolgáltató cég felelős nagyvállalatként hónapok óta dolgozott ezen a projekten a Gemenci erdőben. A régmúltból már szigetelő papucsok ténylegesen el lettek helyezve ezeken az oszlopokon, de a Dunadráva Nemzeti Park egy nemzetközi pályázat keretében olyan forrásokat tudott megszerezni, amivel sokkal jobb és sokkal hatékonyabb megoldásokat tudtunk elvégezni a hálózatunkon. Ezzel az úgynevezett madárvédelmi V-tartókat tudtuk elhelyezni az oszlopok tetején, ami jelentősen megakadályozza azt, hogy a madarak, a nagy testű madarak a szárnyaikkal rövidre tudják zárni az áramköreinket, vagy pedig rá tudjanak ülni az oszlopainkra, és ezzel jelentős mértékben tudjuk csökkenteni a madárbaleseteknek a számát. Jó a Nemzeti Parknak, és természetesen jó nekünk is, mert ezzel sokkal kevesebb fogyasztói zavartatást tudunk elérni a hálózatainkon. A fejlesztések befejezésének időzítése nem véletlen, a szakemberek ugyanis megvárták az innen nem messze fészket rakó védett rétisasok költési idejét, emiatt kellett a februárban indult 54 oszlopot érintő beruházást két részre osztani. A beruházások eredményeként pedig nem csak a nagy testű rétisasok élhetnek itt mostantól nagyobb biztonságban. Itt nagyon jelentős fekete gólya populáció található, itt az alsó Dunavölgyben kb. 50 pár, egy jó évben egy 50 pár is szokott fészkelni, illetve a másik ilyen nagy testű ragadozó madár pedig a rétisas, amiből 20-25 pár fordul elő itt a területen. És hát nagyon jelentős a gázló madaraknak a száma, gémfélék, szürke gém, vörös gém, nagy kurcsak, kis kurcsak, bakcsó, sejem gém állomány, amelyekre ezek a korábban csak részben szigetelt szabad vezetékek nagyon jelentős veszélyt jelentettek. Az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati ZRT, mint elosztói engedélyes, egyértelmű felelősséggel tartozik az ügyfelek fele, és ez a felelősség pedig a biztonságos energiaszolgáltatás. Ezzel párhuzamosan az üzleti életben megjelenik már nagyon erőteljesen a fenntarthatóságnak a kérdésköre. Ezzel együtt mi úgy gondoljuk, hogy felelősek vagyunk azért a környezetért, amiben mi a szolgáltatást nyújtjuk az ügyfeleink részére. A most a végükhöz érő munkálatokat alapos tervezés előzte meg. Az energiaszolgáltató cég szakemberei a Dunadráva Nemzeti Park munkatársaival közösen mérték fel, hogy milyen fejlesztésekre van szükség a madárvédelmi projekt hatékony kivitelezéséhez. Felelősek vagyunk a természeti környezetünkért, felelősek vagyunk a növény és az állatvilágért. Az E.ON madárvédelmi program az lehet azt mondani, hogy az E.ON mindennapjainak már a szerves része. Nagyon örülünk annak az együttműködésnek, amit elindítottunk a Dunadráva Nemzeti Parkkal és avakkal a szakemberekkel, akik segítették a mi munkánkat abba, hogy megtaláljuk azokat a helyszíneket, ahol mi ténylegesen a leghatékonyabban olyan beavatkozásokat tudunk végezni, ami valósan hozzájárul ehhez a tevékenységhez, hogy mi tudjuk védeni a körülöttünk lévő madár, állatvilágot, azt a természeti környezetet. A fejlesztések közel sem csak a most befejezett 400 méteres szakaszon zajlottak. A február óta tartó munkálatok a Gemenci erdő jóval nagyobb területét érintették.
Ezen projekt keretében egy 4 kilométeres középfeszültségű hálózaton egészen a Veronka-szigettől a töltésig 54 olyan helyszínen, oszlopon tudtuk elvégezni ezeket a madárvédelmi beruházásokat a Duna-Dráva Nemzeti Park szakemberének a segítségével, mivel úgy gondoljuk, hogy jelentősen hozzájárul ezen környezetvédelmi céloknak az eléréséhez. A madárvédelmi átalakítások pozitív hatásait folyamatosan monitorozzák majd a Nemzeti Park munkatársai. A kollégáink, a Madártan Egyesületnek a kollégái ezeket a most megvalósított beruházásokat, ezeket folyamatosan figyelni fogják, hogy vajon milyen arányúak ezek a védelmi intézkedések. Ugye korábban azért volt rá jó néhány példa, hogy itt az oszlopok környékén, illetve a szabadvezeték környékén sérült madarakat, illetve elhullott madarakat találjunk. Ez a jövőnek az elkövetkezendő időszaknak a feladata lesz, hogy ezt pontosan megmérjük mi is, hogy valójában milyen hatása van, de hát azért ezeknek a beavatkozásoknak egy jelentős része már ismert más példa alapján, úgyhogy feltétlenül bízunk abban, hogy egy sokkal jobb helyzetbe kerülünk a madárvédelem szempontjából. Az EON egyébként, mint felelős szolgáltató a jövőben is együttműködik a Duna-Dráva Nemzeti Park szakértőivel, hogy minél inkább minimalizálják a biztonságos energiaellátás okozta ökológiai lábnyomot. A Duna-Dráva Nemzeti Parkkal való együttműködésünk ezzel a projekttel nem zárul le, hanem a jövőben, az elkövetkező 2 évben is már meghatározott 34 helyszínen fogunk kisfeszültségű, középfeszültségű trafóállomásokon és oszlopkapcsolókon madárvédelmi beruházásokat elvégezni. Ezek már egyeztetve lettek a Nemzeti Parknak a munkatársaival. A most megvalósult Gemenci fejlesztés sorozat mellett az energiaszolgáltató cég korábban már több mint 4300 gólyák számára kialakított fészektartót helyezett ki a szolgáltatási területén, és az ország valamennyi részén folyamatosan támogatja az állatvilág védelmét célzó beruházásokat. Felsorolásszerűen ott vagyunk a Balatonfelvidéki Nemzeti Parkon, ahol most fejeztünk be egy 161 oszlopon történő beavatkozást. Ott vagyunk a Hortobágyi Nemzeti Parkkal is együttműködünk, úgyhogy én nagyon büszke vagyok arra, hogy ebbe a munkába a Nemzeti Parknak a munkatársaival együtt tudtunk működni. Anyanyelvi tanároktól tanulhattak németül és angolul azok a diákok, akik részt vettek a Nyitott Világ Alapítvány táborában. A már hagyományos nyári rendezvényt ezúttal Vajtán, a Zicsi kastélyban tartották meg. Festői környezetben a vajtai Zicsi kastélyban töltöttek el egy hetet a Nyitott Világ Alapítványnál táborozó diákok. Összesen 88-an érkeztek az ország különböző részeiről. Mostani tábor ugyanarról szól, amiről már hosszú évek óta mindig, tehát ez a 19. alkalmunk, és mindig ugyanazt csináljuk. Angolt, németet tanítunk külföldi tanárokkal. Nagy-nagy boldogság számunkra, hogy a diákok ezt szeretettel fogadják, jönnek, rengetegen jönnek, és nagyon jó velük dolgozni. Tehát a beszéd központoságra helyezzük a hangsúlyt. Hogy reggel 9-kor elkezdünk tanulni, és 7:30-ig nagyjából tanulunk, minden óra más tanárral van, ez egészen fontos, tehát hogy sokféle módszert ismerjenek meg, kiejtést, beszéltem, hogy külföldiek vannak, a diákok sokat tanulnak délután, van egy kis szabadidejük, és hála Istennek jó idő van, van egy úszómedence, sportpályák vannak, csodálatos környezetben vagyunk. Mi 18 évig Domboriban voltunk, tehát a köztudatban ez úgy maradt meg, hogy a dombori nyelvtábor, és ez tényleg 18 év, az nem kevés. És hát miután azt a tábort eladták, ezért új helyszínt kerestünk, és nagyon örülünk, hogy itt vagyunk. Ez a Zicsi kastély egy csodálatos hely, tehát én azt gondolom, hogy nem csak az épület, a tantermek, hanem ez a park, ami itt a kastély körül van, a légkör, a nyugalom,
a szépség, tehát ez nagyon-nagyon pozitívan befolyásolja a táborunkat is. A gyerekek nagyon értékelik, tehát én boldog vagyok, hogy találtunk egy ilyen méltó, nagyon szép helyszínt. A Szekszárdi Garai János gimnáziumban tanuló Fábián Luca Bécsben művészeti karon szeretne tovább tanulni. Mivel már elmúlt 17 éves, egyre közelebb kerül a felvételihez, ezért jár vissza már harmadik éve a Nyitott Világ Alapítvány nyári táborába. Harmadjára vagyok itt a Nyitott Világ Alapítványánál a táborban. Németet tanulok ugyanúgy 3 éve. Nagyon-nagyon tetszik, hogy egy egészen más szókincsel dolgozunk, mint az iskolában, és a témák is egészen mások. Merünk itt politikáról és egyéb más, mai nagyon aktuális dologról is beszélni. Nekem sikerült tavaly összehoznom egy középfokú nyelvvizsgát németből, és most szeretném ezt folytatni, szeretnék egy felsőfokot is ezek után. Angolból a középfokú nyelvvizsgát már letettem, de szeretném, ha sokkal jobban menne az angol, illetve nagyon fontosnak tartom a nyelvtudást a mai világban. Szeretnék esetleg külföldön is dolgozni, tapasztalatot szerezni, ezért úgy gondoltam, hogy jobb lenne, ha még jobban menne a nyelv. Ugye 4 tanárunk van, ebből 3 anyanyelvű, és úgy gondolom, hogy mindegyikük nagyon pozitív, nagyon kedves, segítőkész, és tényleg azon dolgoznak, hogy a legtöbbet kihozzák belőlünk. Egyrészt úgy gondolom, hogy így a kiejtés sokkal jobban meg lehet tanulni, illetve megismerhetjük az adott országot, kultúrát, olyan dolgokat megtudhatunk, amiket esetleg könyvekből, illetve magyar tanároktól nem igazán. Tomecskó Mara évekkel ezelőtt a bátyjától hallott először a Nyitott Világ Alapítvány táboráról. Azóta már nem csak ők ketten, de az öccsök is állandó résztvevője a nyári tábornak. Bátyám 2 évet volt itt a táborban, nekem ez a 4., az öcsémnek pedig a 3. Hát először csak a bátyám meg én voltunk, mert akkor még fiatalabb volt az öcsém, de ő úgy jött, hogy mi otthon beszéltünk erről a táborról neki, és ugye neki is megtetszett. És persze mindhármunknak jöttek a barátai is, tehát baráti társasággal tudunk itt lenni, és ez ugye sokat hozzáad azért az élményhez is, hogy olyanokkal vagyunk körbevéve, akik szintén ugyanolyan céllal érkeztek ide. A táborban oktató tanárok mind-mind gyakorló pedagógusok a saját hazáikban. A tábor vezetője szerint ez teszi igazán különlegessé a programokat, és értékessé a megszerezhető ismereteket. A külföldiektől olyat kapnak, amit így évközben nem nagyon az iskolai normál oktatásban, mert erre nincs lehetőség nyilván. Tehát a személyükön keresztül egy picit az ország is megmutatkozik a diákok előtt. Rengeteg olyan kifejezést tudnak megtanulni, kiejtést, csodálatosat, amit csak ők tudnak megtanítani, de ezen felül, tehát a nyelvoktatáson és a nyelvtanuláson felül igen szoros emberi kapcsolatok alakulnak ki, tehát ez egy nagy-nagy pozitívuma ennek a tábornak a tanárok között és a diákok között is. I believe a camp like this. Azt gondolom, hogy ez a tábor lehetőséget nyújt a diákoknak arra, hogy pihenve tanuljanak idegen nyelveket. Itt nem kell úgy érezniük, hogy kényszerítve vannak arra, hogy angolul tanuljanak. Éppen ellenkezőleg igyekszem velük játékos módon foglalkozni, és arra ösztönözni őket, hogy ne figyeljenek arra, mikor tévesztenek, ugyanakkor szinte úgy javítjuk ki a hibáikat, hogy észre sem veszik. Így tulajdonképpen szabadon élvezhetik, hogy tudnak angolul kommunikálni. Egy szóval azért fontosak ezek a táborok ezeknek a nagyon ügyes diákoknak, mert olyan lehetőséget kapnak, hogy jobban megismerjék a tanáraikat, mint az iskolai körülmények között, és a tanár is jobban meg tudja őket ismerni. Jobban ki tudnak nyílni egymás felé, és
és a gyerekeknek arra is lehetőségük van, hogy olyan kérdéseket tegyenek fel, amiket normál körülmények között nem tudnának feltenni. Ennek köszönhetően az életre is taníthatjuk a diákokat, és olyan dolgokat tudnak megtanulni, amire más módon nem lenne lehetőségük itt Magyarországon, ahol alapvetően nem angolul beszélnek az emberek. Én azt gondolom, hogy itt a diákok nem csak a tanároktól tudnak nagyon sokat tanulni, hanem egymástól is. Az itteni csoportokba különböző iskolákból érkeznek, ezért nagyon jól összetudják azt is hasonlítani, hogy milyen szinten van a nyelvismeretük egy másik intézmény diákjaihoz képest. Azt látom, mivel már 5. éve dolgozom itt, hogy vannak diákok, akik 4 évvel ezelőtt például a leggyengébb csoportban voltak, kezdőként gyakorlatilag. Most pedig a legerősebb csoportokat erősítik. Ez számomra egyértelműen azt jelzi, hogy az ide visszatérő gyerekek rengeteget tanulnak. Számomra egyébként különösen kellemes élmény a tábor első napja minden évben. Ilyenkor ugyanis árad a diákjaimból az a szeretet, amit az okoz, hogy egy év után újra láthatjuk egymást. Mivel az oktatás a táborban az iskolai körülményekhez képest sokkal kötetlenebb módon zajlik, ezért a pedagógusok nem előre megírt tantervvel érkeznek. Az, hogy másnap milyen témákról beszélgetnek a diákokkal, az esti egyeztetésen dől el. Ennek köszönhetően a táborozók mondhatni személyre szabott képzést kapnak az egyhetes program ideje alatt. Van egy elképzelésük, és minden este megbeszéljük, hogy ki mit csinált, és mi várható a következő napra. Nyilván törekszünk arra, hogy ez változatos legyen. Ha nem törekednénk, akkor is változatos lenne, hiszen mindenki másképp tanít, mindenkinek más kedvenc témái vannak, de ez remekül működik. Azért is működik nagyon jól, mert ezek a tanárok nagy többségben visszatérők. Ez külön öröm számunkra. Tehát ez az egész a tanárnak is egy hatalmas élmény. A külföldinek különösen azért, mert látja, hogy ezek a diákok milyen fegyelmezettek is akarnak tanulni. A többiek pedig nyilván, akiknek az életük úgy alakul, hogy mondjuk más országban vannak éppen pillanatnyilag, ők pedig új tanárokkal lesznek pótolva, úgymond, és ezek a tanárok nagyon figyelnek egymásra. Bűnvárosaként írt néhány hete Szekszárdról egy újságcikk. Az írás azt állította, hogy a Tolnai megyeszékhelyen volt tavaly a legtöbb lezárt nyomozás. Ezt a helyi kapitány sem vitatja. Pilisi Gábor viszont azt mondja, egyáltalán nem mindegy, hogy az emelkedés falfirkák vagy például súlyos testi sértések miatt következette be. Előbbiből egyébként tavaly nagyjából 150-et regisztráltak Szekszárdon. Matricára firkált felirat a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ ajtaján. 3 férfi rongálta meg összesen több mint 50 alkalommal, ilyen és ehhez hasonló falfirkákkal a Tolnai megyeszékhely közintézményeit. Tettükért 51 rendbeli rongálásért kell hamarosan bíróság elé állniuk. Ezen kívül még nagyjából 100 rongálás miatt indult ügyön dolgoztak a szekszárdi rendőrkapitányság munkatársai tavaly, míg korábban ilyen bűncselekményekből mindössze hozzávetőleg 50-et regisztráltak évente. Jól mutatja ez a példa, hogy mitől nőtt a Szekszárdon regisztrált bűncselekmények száma 2018-ban. Ezt mondja a helyi rendőrkapitányság vezetője. Pilisi Gábor szerint az erről néhány hete megjelent újságcikk nem vette figyelembe, hogy milyen típusú szabálysértésekből regisztráltak többet. Nagyon fontos, hogy egy adott területen, így egy városban mennyi bűncselekmény történik. Tehát a bűnözés volumene az valóban nagyon fontos. De legalább ilyen fontos, hogy milyen bűncselekmények történnek, azaz a bűnözés szerkezete, az ugyanolyan fontos, mint a volumene. A rongálások a kiemelt bűncselekmények közé tartoznak, vagyis ezek megjelennek az összes bűncselekmény, a közterületen elkövetettek és a kiemelt bűncselekmények között is. Egy-egy ilyen rongálás sorozatát óriási tud rontani az éves statisztikán. A szekszárdi rendőrkapitányság vezetője szerint ráadásul ahhoz, hogy helyes következtetéseket lehessen levonni, nem lehet egyetlen évet kiragadni. Ehelyett rendeket érdemes elemezni. Én azt szoktam mondani, hogy legalább 3 évet vagy többet kell nézni ahhoz, hogy trendet, tendenciát, helyzetet lehessen értékelni. Ez az egyik része a dolognak. Másrészt azt mondom, hogy nem szabad pár bűncselekményt kiragadni, és annak esetleges nem
pozitív irányba történő javulását beállítani, hogy itt probléma van egy településen. Ha több éves viszonylatban nézik a szekszárdi rendőrök munkáját, akkor sok bűncselekmény típus csökkenő tendenciát mutat. A lakásbetörések már csak harmad annyi van, mint a korábbi években, betörések is. Összességében a vagyon elleni bűncselekmények, amelyek a lakosság magánjavait érinti, visszahúzódóban vannak, lopások is. Nem beszélve arról, hogy a súlyos megítélésű rablás bűncselekménye, amely egyszerre vagyon elleni, egyszerre személy ellen is, ebből egy történt. Azért nagyon-nagyon sok megyeszékhely elégedett lehetne azzal, ha egy évben egy ilyen bűncselekmény történik. Mutatjuk ábrákon is, hogy alakult néhány bűncselekmény típus több éves viszonylatban Szekszárdon. Ezen a diagramon látszik, hogy 2015 óta folyamatosan csökken a lakásbetörések száma. Ezzel szemben a nyomozások eredményessége évről évre nő. Ezt jelöli a vékonyabb sárga csík. Hasonló a helyzet a testi sértésekkel is. Ezekből 2016 óta van egyre kevesebb, míg a felderítésük ez idő alatt 87-ről közel 99%-ra nőtt. 46 testi sértés történt 2018-ban. Ebből 31 könnyű testi sértés, a fennmaradó rész a súlyos, tehát itt is szerkezetét is kell nézni, nem csak a volumenét. A garázdaság valóban egy kicsit több történt a megszokottnál, de ha azt nézem, hogy az azt megelőző két évben annak töredéke, akkor már megint csak kérdés majd, hogy a trend hogy alakul, de ezt majd jövőre tudjuk csak megmondani. A szekszárdi rendőrkapitányság egyébként a megoldott bűncselekmények számát tekintve a megyei jogú városok kapitányságait rangsoroló listán a legjobbak között szerepel. Közéleti magazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!